Egy 10 éves testvérpár kereséséhez riasztották a vízimentőket délután Fonyódnál. Úgy tudjuk, hogy egy 13 éves, illetve egy 17 éves fiatalról van szó. Matraccal voltak bent a Balatonban, de elsodorhatta őket a szél. Élénk déli, délnyugati szél fújt a környéken. Ez mindig veszélyt jelent a Balaton déli partján a strandolók számára, mert a tó közepe felé sodorja őket. A kora délutáni órákban tűnhetett el a 10 éves testvérpár Fonyódnál. A hatóságok nagy erőkkel indultak a keresésükre. Ezt a felvételt egy néző készítette a kereséskor. Több mentőcsónak és helikopter is érkezett a Balaton alsó Béla telepi szakaszához. Úgy tudni, hogy egy 13 éves és egy 17 éves testvérpár tűnt el. A strandról indultak fürdeni, de nem tudtak úszni és elsodorhatta őket a szél. A baleset idején éppen a helyszínen volt az M1 riportere Boldizsár Kata, aki szemtanúja volt a keresésnek. Délután 3 óra magasságában lettünk arra figyelmesek, hogy vízimentő hajók érkeznek, és pásztázzák a vizet a Balatonon. Először 3 darab, majd aztán újabb és újabb érkezett, végezetül pedig 5 hajó órákon keresztül pásztázta a vizet. Aztán érkezett mentőhelikopter is, végül pedig egy rendőrségi helikopter. Közel 40 percen keresztül járták be a területet, egy olyan 5-600 méterre a part szakasztól. Fonyódnál vasárnap napközben déli, délnyugati szél fújt, ami mindig veszélyt jelent a Balaton déli partján a strandolók számára, mert a tó közepe felé sodorja őket. A hétvégén ezért sűrűn riasztották a vízi rendőröket, csak szombaton 6 embert mentettek ki a vízből. A rendőrség ezúttal is felhívta a figyelmet, ha a Balatonon bajba kerül, vagy olyan szemét lát, akinek segítségre van szüksége, akkor hívja a 1817-es segélyhívó telefonszámot. Percekkel ezelőtt véget ért a keresés Fonyódnál. Kaposváron van a rendőrség előtt Bátori Gyöngyvér, oda kapcsolunk hozzá. Mik a legfrissebb információid? Szervusz, jó estét kívánok! Igen, így van, ahogy mondtad, 7 óra után pár perccel kaptuk az információt, hogy 7 óra 1 perc körül megtalálták a 17 éves kisfiú holttestét. Egyébként azt úgy tudjuk, hogy nem messze attól a helyszíntől, ahol kisöccsének a holttestét is megtalálták, így a keresés a mai napra lezárult. Ahogy elhangzott, gyakorlatilag ilyen 2-3 óra körül mehettek a vízbe, mert a vízbe a testvérpár, akik nem tudtak úszni, és nagyon erős délnyugati szél volt, így besodorta őket nagyon messzire a Balatonba. Azt mondták ott a szemtanúk, hogy a bójától jóval távolabb, egy 2-3-szoros távolságra beljebb a bójától látták meg már az üresen úszó gumimatracokat. Annyi információnk van még, hogy a család úgy tudjuk, hogy a tegnapi napon érkezett Fonyód Béla telepre nyaralni, és a mai napon sajnos megtörtént a tragédia. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője pedig azt közölte kérdésünkre, hogy a fonyódi rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Jó, megint a kánikula, biztosan nagyon-nagyon sokan lesznek a strandokon, a természetes vizeknél is. Vigyázzon magára mindenki!